enyhítenek vidéken, fokozatosan visszatér az élet. Virtuálisan búcsúztak, szokatlan ballagás és érettségi. Közeledik anyák napja, kinyitnak a virágboltok. Jó estét kívánok, április 30-a van csütörtök, ez pedig az aktuális. Fokozatosan és szigorú menetrend szerint újraindul az élet Magyarországon, ezt szerdán jelentette be Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, az idősek és a legfertőzöttebb területen élők feszes védelmét továbbra is fenntartják, és a regisztrált betegek eloszlása miatt Budapesten és Pest megye egyes járásaiban továbbra is érvényben maradnak a korlátozások, vidéken azonban lazítanak ezeken. Maszkot és kesztyűt viszont országszerte viselni kell a boltokban és a tömegközlekedésben. A vírus elleni védekezés új szakaszba léphet. Megpróbáljuk, önökkel együtt közösen megpróbálhatjuk újraindítani az életet Magyarországon. De fokozatosan és szigorú menetrend szerint kell eljárnunk. Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy új intézkedések lépnek életbe május 4-től, de változatlanul fontos szempont, hogy a leginkább veszélyeztetettek védelmét garantálják. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ma újabb részleteket árult el az intézkedésekről. Eszerint kötelezően tesztelni kell a kórházakból kimenő és bejövő betegeket és az idős otthonok dolgozóit. Az idősek továbbra is csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el otthonaikat, 9 és 12 óra között továbbra is csak ők vásárolhatnak. A tömegközlekedési eszközökön és a boltokban kötelező lesz maszkot viselni. A diákok május végéig biztosan nem térhetnek vissza az iskolákba, az oktatás továbbra is digitálisan folytatódik. Döntöttek arról is, hogy egyelőre marad az ingyenes parkolás az egész országban, viszont rossz hír a fesztiválozóknak, hogy augusztus 15-éig biztosan nem lehet megtartani az 500 főnél nagyobb rendezvényeket. A kormány a döntésében az esetszámok területi eloszlását is figyelembe vette, így a fővárosban maradnak a korlátozások, vidéken azonban lazítanak a szigorításokon. Május 4-től engedélyezett lesz az éttermek, szállodák, kávézók, kerthelyiségben és teraszokon való nyitvatartása. Itt is a védőtávolság betartását kérjük. Szintén az üzletek időkorlát nélkül tarthatnak nyitva a már előbb említett 9 és dél közötti 65 évesek vásárlására vonatkozó idősáv további fenntartása mellett. A strandok és a szabadtéri fürdők, állatkertek, szabadtéri múzeumok kinyithatnak. A szolgáltatások korlátozások nélkül működhetnek. A profi, amatőr és tömegsportokban engedélyezik az edzést és a zárt körű sporteseményeket. A korábbi szabályok betartásával megtarthatóak a temetések, esküvők, istentiszteletek. A magánegészségügyben május 4-től, a közegészségügyben pedig 4 lépésben fokozatosan oldják fel a korlátozásokat. Folyamatosan érkeznek a koronavírus veszélyhelyzet elhárítását, a biztonságos munkavégzést és betegellátást biztosító védőfelszerelések a Bugát-Pál kórházba is. Az intézmény fenntartója, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont a hónap végén is tekintélyes mennyiségű vizsgálókesztyűt, egyszerhasználatos védőoverált, maszkot, védőszemüveget szállít a Gyöngyösi Gyógyító Intézménybe. A védőeszközöket a katonai kórház parancsnokok vették át és továbbították az intézmény logisztikai raktárába. Maszk, kesztyű, készfertőtlenítő. Idén új fontos kellékei lesznek az érettséginek. Hétfőtől megkezdődnek az írásbelik szigorú előírások betartásával. A diákok az intézményekbe védőfelszerelést kapnak, nem csoportosulhatnak, egyszerre csak 10 lehetnek egy teremben. A középiskolák igazgatóit kérdeztük, hogyan készülnek az iskolák minden idők legfurcsább érettségijére. Nagyon-nagyon szorítok nektek, ügyesek legyetek. Jöjjenek bátran, és arra koncentráljanak, hogy ez egy ünnep, mert a tanulmányaikat záró vizsgáról van szó, minden egyéb mellékkörülmény a vírust el fogjuk pár óra múlva felejteni, azonban az érettségvizsga szépen és méltó módon pontot fog tenni a gimnáziumi tanulmányaiknak a végére. Így üzentek az igazgatók az érettségizőknek. Az idei vizsga más lesz, mint a többi. Lesz maszk, kesztyű és készfertőtlenítő. Folyamatosan takarítanak majd az épületekben, külön útvonalon közlekedhetnek a diákok, egyszerre 10 fő írhatja a vizsgát egy teremben. Úgy tudjuk, városunkban eddig senki nem lépett vissza, minden végzős diák érettségizik. A Berzenagy János Gimnázium emelt szintű vizsgaközpont is, így lesz olyan nap, amikor 130
35 saját és 30 külsős tanulóat egyszerre számott tudásáról az épületben. A tanári kar nagyja is bent lesz. Lesz, hogy egy időben 35-en, hiszen több teremre és így több felügyelőre lesz szükség. A gyerekek 5 perces időtartamot fognak kapni, amelyen belül beléphetnek egy előre meghatározott kapun, és már a belépés pillanatában megkapják azokat a kellékeket, amik az ő személyes védelmükhöz szükségesek. Tehát ezt a maszkot, a kesztyűt nem marad el a kézfertőtlenítésen, és az egész épületet előzetesen is, közben is, és utólagosan is folyamatosan fertőtlenítjük. A Károly Róbert középiskolában 48 diákot számott tudásáról hétfőtől. Itt a fenntartóval közösen egy teljesen új protokollforgatókönyvet készítettek a vizsgaidőszakra. Az előírtaknak megfelelően készülnek a diákok fogadására. Egyenként kell beengedni a gyerekeket, meghatározott útvonalon nem érintkezhetnek egymással, folyamatos fertőtlenítés van a bejáratnál, a tantermeknél, hogyha esetlegesen elhagyják a tanulók a tantermet, úgyhogy a dolgozatok átadásánál, összeszedésénél, tehát egy lassabb folyamat. A Vakbottyán János szakgimnáziumban is másképpen zajlik idén az érettségi, de eddig itt sincs visszamondás. Az 5 végzős osztály, vagyis összesen 139 diák izgulhat hétfőtől. Benyovszky Péter elmondta, reggel 8 órától negyed óránként engedik be az osztályokat, és minden óvintézkedést megtesznek, ami szükséges. Az igazgató úgy látja, az elmúlt másfél havi távoktatásnak előnye és hátránya is volt. Megúsztak másfél hónap nagyon-nagyon kemény gyötrést, kínzást, amikor nagyon-nagyon utáltak volna engem, meg általában az érettségi tárgyakat tanító kollégákat, mert nagyon megkínoztuk, meggyötörtük volna őket ebben a másfél hónapban. Hát így ez a másfél hónap könnyebb lett, viszont biztos, hogy hiányozni fog azért. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a gyerekek nem csak nálunk, hanem az országban, akik most vágnak neki az érettséginek, azért mindenképpen egy pici hátránnyal indulnak. Az igazgatók bíznak abban, hogy júniusban az eredmények kihirdetése már a megszokott menetrendben zajlik majd. Az érettségizők tapasztalatairól hétfőn beszámolunk az aktuálisban. Az Agrárminisztérium kezdeményezésére az anyák napja miatt a hosszú hétvégére feloldják a virágboltok nyitvatartására vonatkozó korlátozásokat, közölte Nagy István tárcavezető. Az érintett üzletek így pénteken, szombaton és vasárnap is korlátozás nélkül fogadhatnak majd vásárlókat. Szálas virágot, meg cserepes virágot is szeret. Rózsát, az a kedvenc az anyukámnak. Van, aki már ma megvásárolta vasárnapra az anyáknapi virágcsokrot. A virágok közül idén népszerű a gyöngyvirág, a tulipán és a frézia is. Ezeket a virágokat a következő napokban is megvehetik a vásárlók, mivel a kormány döntésének megfelelően a hosszú hétvégére feloldják a virágboltok nyitvatartására vonatkozó korlátozásokat. Az érintett üzletek így pénteken, szombaton és vasárnap is a megszokott nyitvatartási időben fogadják majd a vásárlókat. Az általunk megkérdezett helyi virágbolt bár 2 óráig nyitva lehetett az elmúlt időszakban is, de a vásárlóik túlnyomó része az ezutáni időszakban érkezett volna, ezért nekik is nagy könnyítést jelent a jelenlegi kormányrendelet. Nekünk a forgalmunkat nem biztos, hogy növelni fogja, hogy mi kiszállításokkal is foglalkoztunk. Tehát 3 óra után, akik megrendelték hétköznap a termékeket, 3 óra után én kiszállítottam házhoz. Viszont akárhogy nézzük, a virág az mindenképpen egy szemmel történő vásárlást igényel, tehát ha nem tudnak bejönni az üzletbe, nem tudják megnézni, nem tudnak válogatni, akkor jóval kisebb a forgalmunk. A járvány miatt ráadásul csak digitálisan tartják meg a ballagásokat, holott ez az alkalom minden évben nagyon komoly forgalmat jelentett az ágazatnak. Ennek ellenére sokan rendelnek a ballagóknak csokrot, hogy a hangulatot megteremtsék számukra. A nyitvatartás visszaállításán túl a szerdai kormánydöntés értelmében a dísznövényekkel foglalkozó munkáltatók június végéig mentesülnek a munkavállalóik munkabérei utáni közterhek megfizetése alól. Hogyha minden jól megy, akkor adómentességet kapunk, az SZIA-t, illetve a TB-t kell fizetnünk az alkalmazottak után, csökkentett munkaidőbe kell az alkalmazottakat foglalkoztatnunk, tehát 4, maximum 6 órában, de ennek megvan ugye a törvényi kerete, hogy az előtte lévő munkaóra hány százalékát kell, hogy elérje, de nem haladhatja meg az addigi 70%-át. Emellett a munkaügyi központból lehet támogatást kérni az alkalmazottak fizetése után. Meghatározott esetekben a csökkentett munkaidő 70%-át vállalja át az állam a vállalkozótól.
Virtuális ballagást tartott a Károly Róbert középiskola. A veszélyhelyzet miatt ugyanis most csak így búcsúzhattak, ezért egy előre felvett, közel egy órás műsorral készültek a diákoknak. A videóban a megszokott ballagási ünnepség elemeit elevenítették meg, többek között együtt sétálhattak az intézményben. Az igazgató azt mondja, valódi ballagás hiány, így szeretnének különleges emléket adni a végzősöknek. Ballagási meghívó, matróz, blúz és tarisznya. Többek között ezek egy átlagos ballagás kötelező elemei, azonban most a feldíszített osztálytermek üresen maradtak, hiszen a veszélyhelyzet miatt az intézmények nem tarthatták meg a végzősök búcsúztatóját. A Gyöngyösi Károly Róbert középiskola ezért éppen egy virtuális ballagást készített a diákoknak. Az intézmény igazgatója elárulta, egy különleges élményt szerettek volna nyújtani az ünnepség nélkül maradt gyerekeknek, ezzel is kárpótolva őket. Egyrészt az élmény, másrészt a lemondás, harmadrészt pedig a köszönet. Az élménnyel kapcsolatban én azt gondolom, hogy mindannyiunk életében a középiskolai évek befejezése nem csak a vizsgák, hanem a ballagásról is kell, hogy szóljanak, és úgy gondolom, hogy ez egy akkora élmény, és úgy gondoltuk, hogy ez egy akkora élmény, hogy nem szerettük volna megfosztani tanulóinkat ettől az élménytől, és ha már a tanítás is virtuálisan online módon történik, úgy gondoltuk, hogy megszervezzük nekik virtuálisan. A videóban az összes végzős osztály, osztályfőnöke búcsúzik a diákjaiktól, emellett pedig a megszokott ballagási ünnepségeket elevenítették fel, árult el az igazgató. Igyekeztünk azokat a helyszíneket, azokat a momentumokat megjeleníteni a tanulók számára, amelyet a valódi ballagáson is megérhetnek. A tantermek, a folyosók, a zászló, a ruházat, a matróz blúz, a meghívók, és végigvezetni azon az útvonalon, ahol egyébként is végigballagtak volna az igazi ballagásunk alkalmával. A diákok és a szülők a ballagás eredeti időpontjában tekinthették meg a videót. Az igazgató asszonynak az interjú végén volt még egy üzenete a gyermekek számára a közelgő érettségével kapcsolatban. Nagyon sok sikert kívánok nekik, és szorítok, hogy sikerüljön mindenkinek. Jó, nagyon szépen köszönöm a gyermeket. Jótékonysági árverést hirdett tagjainak fotóiból a Gyöngyösi Szempont fotókör a Bugát Pál kórház javára. A Facebookon keresztül történő aukcióra vasárnapig várják a felajánlásokat a fotókör közösségi oldalán. Az induló licit 5000 forint, licit lépcső 1000 forint, vagy ennek egész számú többszöröse. Ezek azok a képek, amelyekre már hétfőtől bárki licitálhat. A Szempont fotókör tagjai úgy érezték, ők most ebben a formában járulnak hozzá a jelenlegi helyzet megoldásához. Úgy gondolom, hogy a koronavírus miatt a kórház itt egy központi szerepet tölt be. Eleve úgy tudom, hogy Gyöngyösön, illetve Gyöngyös környékén is vannak koronavírus betegek, amik lehet, hogy nem a kórház, éppen fizikailag a kórházban vannak elhelyezve, de mindenképpen a kórházon keresztül megy ennek a menedzselése, és úgy gondoltuk, hogy segítsük őket ezzel is, hogy érezzék, hogy nincsenek egyedül. A fotókörnek a Vörösiszap katasztrófa kapcsán már volt egy hasonló kezdeményezése. A mostani árverés ötletgazdája Füleki László elárulta. Mádi József, Nagy János, Budai József és az ő egyik saját fotójára már érkezett licit, de mindenkit csak bíztatni szeretne a nemes ügyhöz való csatlakozáshoz. Lényegében felajánljuk a lehetőséget a városnak, a város környéki lakóknak, hogy ők is licitáljanak erre, és úgy gondolják, hogy megéri azért, hogy egy szép kép, vagy hogyha nem szép, de egy izgalmas vagy látványos kép, ami szerintük jó nézne ki az ő nappaliuk falán, hogy akkor tegyék meg a licitjüket. A licitek a kommentekben tehetők meg vasárnap éjfélig. Ekkor zárul majd az árverés. A nyertest 24 órán belül értesítik, akinek két munkanapja lesz az összeg átutalására a megadott bankszámla számra. A jó idő elérkeztével a korábbi években a nyári sportágak szervezői is egyre aktívabbak lettek, és a szervezés ezen időszakában már a bajnokságok kiírásán gondolkoztak. A koronavírus járvány jelenléte azonban újra gondolásra készített mindenkit. Berkes Lászlóval, a Magyar Strandlabdarúgás utánpótlás bajnokságáért felelős vezetővel beszélgettünk a közeli tervekről.
Voltak elképzelések, ugye folytatni szerettük volna a tavalyi rendszert, Sikkelep egyébként is otthon adott azért jó néhány fordulónak. Mi is kivárunk még, hogy ez a járvány mikor fog tetőzni. Nagyon bízom benne, hogy itt ez a júniusi időszakban vég lesz, és akkor talán még el tudjuk kezdeni a július-augusztus adhat rá lehetőséget, hogy az utánpótlás bajnokságot végigvigyük. De hát kivárunk sajnos, szerintem senki nem tudja megjósolni előre, hogy mi várható. A nyári időszakban a strandon található sportpályán több sportág is szívesen használta a homokos pályát az aktív versenyzés érdekében. Több terv van kilátásban, hiszen attól függ, hogy mennyire fogja leszűkíteni a lehetőségeinket majd az idő. Ha sikerül megcsinálni a tavalyi bajnoki rendszert, akkor kevesebb önálló tornákat tudunk szervezni. Viszont hogyha a bajnoki rendszerre nem marad idő, akkor viszont mindenféleképpen ilyen önálló tornákon szeretném majd azért a játékosokat még ilyenben tartani. Időjelben mondom. Gondolom a korosztályokat is kiszélesítitek. Ha lehet jósolni, tudom ez csak egy jóslás, de mégis mondjuk mikortól számíthatnak esetleg arra az edzők vagy a sportklubok, hogy mondjuk lenne egy úgynevezett nyári bajnokság, hiszen most gyakorlatilag mindenkinek elszállt úgymond ez a szabadtéri pályák mérkőzés lehetősége, és talán a nyári strandfoci, vagy éppen strandöplabda, bár ez nem hozzá tartozik, bajnokságok visszahozhatják a játékba a sportolókat, tehát lehet ez is fontos, hogy mondjuk már júniustól tervezitek akár, vagy csak július-augusztusban? Ez igen, nagyban befolyásolni fogja az a tényező, hogy a bajnokságokat lezárják. A strandfoci szervezői látják, hogy a kézilabda és röplabda sportágakban versenyzők is mérkőzés hiánnyal küzdenek, így szeretnének egyeztetni mindenkivel, abban bízva, hogy mindenki egyforma lehetőséghez jutva hamarosan visszatérhet az aktív sportéletbe. Májusban még biztosan marad a tantermen kívüli digitális oktatás, a júniusi helyzetről pedig később döntenek, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A tárcavezető továbbá közölte, az egész országban marad az ingyenes parkolás. A rendezvényekre vonatkozó korlátozások érvényben maradnak, augusztus 15-ig az 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet megtartani. Vidéken a kijárási korlátozásokat eltörlik, új, az eddiginél lazább szabályokat állapítanak meg. Nem kérhetnek pénzt a mától kötelező bölcsődei és óvodai ügyeletért az önkormányzatok. Novák Katalin azt mondta, az étkezést is biztosítaniuk kell. Egy csoportban legfeljebb 5 gyerek lehet, a szülőknek pedig nyilatkozniuk kell arról, hogy tudomásuk szerint nem fertőző beteg a gyerekük. A bölcsődei és óvodai dolgozók munkahelyének megtartásáért az intézmények és a szolgáltatók állami támogatást kapnak a veszélyhelyzet idején. A bölcsődei támogatás összegének megállapításakor a veszélyhelyzet első napját megelőző nap napon beiratott gyermekek számát veszik alapul, közölte az államtitkár. Az aktuális végén pedig főbb híreink még egyszer röviden. Enyhítenek vidéken, fokozatosan visszatér az élet. Virtuálisan búcsúztak, szokatlan ballagás és érettségi. Közeledik anyák napja, kinyitnak a virágboltok. Ez volt az aktuális április 30-án, friss hírekkel holnap is jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Kellemes hosszú hétvégét, viszontlátásra!